A magyar kormány stratégiai ágazatként kezeli a sportot, legyen szó élsportról, vagy az utánpótlás nevelésről. 2011 óta a TOW támogatásnak köszönhetően 6 sportág, a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a jégkorong, a vízilabda, valamint a később csatlakozó röplabda lehetőségei javultak jelentősen. 2013-tól pedig 16 kiemelt sportág részesül állami támogatásban. Az államtitkár elmondása szerint a feltétel rendszer javulásának hatása már megmutatkozott a 2018-as év nemzetközi versenyein. A 2018-as év egy rendkívül sikeres sportévünk volt, hiszen eleve úgy kezdődött, hogy sporttörténelmet írtunk a téli olimpiával. Aranyérmet szereztek a rövid pályás gyorskorcsolyázó fiaink, és ez már egy olyan úgymond indítást adott az évnek, hogy a többiek is az egyéni sportág képviselői, akár olimpiai sportág, akár nem olimpiai sportágat képviselve hozzák a sikert sikerre, hiszen a világbajnokságokat nézve, vagy Európa-bajnokságokat, minden sportág tényleg hozta azt, amit szeretett volna, különösen az utánpótlás nevelést tekintve, hiszen az összes korosztályos junior ifjúsági Európa-bajnokságon és világbajnokságon nagyon sok érem született, és volt még egy ilyen sporttörténelmi időszakunk a nyári időszakban az ifjúsági olimpiai játékok során, hiszen minden idők legsikeresebb játékát tudhatjuk magunkénak a 12 aranyéremmel. A sport támogatásának egyik területe az infrastruktúra fejlesztése. Az elmúlt években több száz új sportlétesítmény épült és több száz újult meg az országban. Mindenki sportoljon, ez egy elsődleges célunk, ehhez bizony létesítményekre van szükség, megfelelő hátteret adjunk az élsportolóknak utánpótlás nevelésben, vagy aki minden napos, akár a testnevelésre, akár a mozgásgazdag életmódra gondolva. Úgyhogy ennek bizony meg kell felelnünk, és ezt biztosítanunk kell mindenkinek, ehhez rengeteg úgymond fejlesztésre volt szükség az elmúlt időszakban, és nagyon örülünk annak, hogy tényleg fel tudjuk azt mutatni, hogy el fogjuk érni 2020-ra, hogy olyan sportág ne legyen, aki nem tudja hazánkba hozni a nemzetközi eseményét, mert nincs megfelelő létesítménye, és ezeket a létesítményeket bizony ki kell nyitni a sportszerető közönség számára, vagy aki mondjuk szabadidős jellegűen szeretne sportolni, nekik is. Úgyhogy építjük a tornát, csarnokokat, tornatermeket, szabadidős jellegű akár sportcsarnokokat, de ugye minden sportágnak meg kell felelnünk, úgyhogy kézilabda munkacsarnokok, kosárlabda munkacsarnokok, úszodák, tanúszodák, jégcsarnokok jönnek, és folyamatosan építjük, fejlesztjük őket. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy az elmúlt időszakban csak a TAOS látványcsapas sportágak több mint 300-at építettek, és több mint 300-at újítottak meg. Az államtitkár elmondta, hogy 2019-ben az asztali tenisz, a vívás, a kajakkenő és az öttusa világbajnokságát is Magyarországon rendezik meg. Emellett mintegy 150 hazai rendezésű nemzetközi sporteseményt támogatnak állami forrásból, valamint jövőre Budapest lesz Európa sportfővárosa.